kárpátaljai magyaroknak egy újabb lehetősége ahhoz, hogy szakmát tanuljanak. Főleg azoknak nagy lehetőség, akiknek nem sikerült például az emelt szintű ukrán érettségi, és előttük most nincs továbbtanulási lehetőség itthon. Az a tapasztalat, hogy ezen diákok nagy része veszi a batyuját, és megy külföldre, főleg Csehországba, Németországba, ahol futószalagok mellett dolgoznak. Itt viszont szakmát tanulnának, és tanulhatnak 2 éven keresztül egy olyan konstrukcióba, hogy mi meghirdetjük egy kurzus, egy hetet itthon vannak, és egy hetet pedig egy társintézményben, Mártékszalkán tanulnak, a Mártékszalkai Szakképzési Centrumban, illetve a Baross László mezőgazdasági iskolába. A képzés lényege, hogy érettségizett felnőtt fiatalok, akik előtt már sok lehetőség Ukrajnában nincs, elsajátítanak egy jó szakmát, egy tudást transfer jön létre, hiszen a magyarországi modern innovációs technológiákat is elsajátítják, de mellé tesszük itthon például az ukrán szaknyelvet, az ukrán vállalkozási jogi alapismereteket, adunk nekik egy kis helytörténeti sajátosságot, például a szakácsoknak a kárpátaljai konyha sajátosságai, vagy olyasmit, amiből később megélhetnek, és itthon is gyakorlaton vesznek részt, egy duális képzésként szerződést kötöttünk a környező vállalkozókkal, ahol a helyi körülményeket is megtapasztalják, tehát ne szokjanak el, és ne csak a magyarországi és külföldi lehetőségeket vagy szakképzési helyet biztosítsák. A feltétel az, hogy a teljes spektrumot, amit a két intézet ad, meghirdetjük, és ebből azon csoportokat indítjuk, ahol megvan a kellő számú jelentkező. Ebben az évben a legtöbb helyen ez 15 főt jelentett. Több mint 100-an jelentkeztek, de egészségi ügyökből, okokból el kellett néhányat tanácsolni, mondjuk villanyszerelőknél szintévesztő volt, vagy rossz volt a látásuk az autószerelőknek, és így nem tudták őket felvenni, úgyhogy 95-en kezdtek meg szeptember 2-án a képzést, és eddig mindkét intézménnyel nagyon korrekt partnerségi együttműködésben zajlik az ügy, úgyhogy a főiskola biztosítja Ukrajnában a bázist és a szállítást a határig a saját költségvetéséből, a túloldalon pedig az intézmények a sajátjukból, ahol busszal várják őket, és biztosítják a kollégiumot. Itthon ösztöndíjban részesülnek a diákok, amiből ellátják magukat, fizetik a kollégiumi díjat és az étkezést, Magyarországon pedig 3-szor ingyenes étkezést és ingyenes kollégiumi ellátást kapnak. Néhány szakmát már említett, hány szakmában tanulhatnak itt a gyerekek? Általában a piac fogja meghatározni és a jelentkezők száma. Ebben az évben 7 szakmában tudtunk csoportot indítani, ilyen mint mezőgazdasági gépésztechnikus, autószerelő, aztán hegesztő, villanyszerelő és szakács, kozmetikus szakmák, amik elindultak. Erre volt jelentkező megfelelő számban. Milyen végzettséggel lehet ide bekerülni? Érettségi után várjuk a diákokat, és még egyszer mondom, érettségi után számítunk azokra, akik nem szeretnének elkallódni, nem szeretnének azonnal kimenni pénzt keresni, vagy összegyűjteni valamit, hanem szeretnék a saját életüket úgy felépíteni, hogy szakmával, akár vállalkozásban, akár szakmával szeretnének majd később boldogulni.